7 darab jószággal készültünk fel most a 78-as Omék-nak a kiállítására, és az elért díjak alapján kaptuk meg ezt a fő díjat. 2 első helyezettet, 1 második helyezettet és 1 harmadik helyezettet. Próbáltuk otthon a szebb jószágokat kiválasztani, felkészíteni őket, és itt a felvezetésen ugye színvonalasan megjelenni velük. Meg kell tanítani, vezetni őket, hogy ide fel lehetesen hozni. Itt nyugodtan fel tudjuk vezetni, és igen, ez hosszadalmas. Még ilyen állapotban felhozzuk a jószágot, hogy ilyen vezethető legyen, hogy itt semmi probléma ne történjen. Ezek már Hódmezővásárhelyre fel voltak készítve. 2 kisbikát készítettünk fel, és azoknak kell egy olyan 3-4 hét, hogy ők ilyen vezethető állapotban legyenek. Ezt megörököltük, ezt a saroli fajtát mi, de tulajdonképpen egy olyan nyugodt jószágnak tudom mondani, ugye mivel nálunk 800-on felül egyed van, és ugye nyáron kint vannak szabadtartásban, télen ugye bent vannak, de egy olyan nyugodt jószág végül is. A szarvasmarhát tulajdonképpen én végzem, én viszem, a férjem a növénytermesztést csinálja, és ha esetleg valami olyan probléma felmerül, amiben nem vagyok biztos, vagy végül is nem tudom éppenséggel, akkor megbeszéljük ő vele, és akkor úgy döntünk egyes dolgokba, de a napi részét azt én csinálom.